Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem, kíván-e valaki még szólni? Jelentkezőt, igen. 2 perces felszállással jelentkezett Kis Sándor képviselő, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én nem is néztem ezt a alaposabban meg ezt a határozati javaslatot, hanem csak most. És én arra szeretném fölhívni az előteresztő figyelmét, hogy a színdarabokat, filmeket, tehát populáris témájú média dolgokat támogassa a kormányzat azt. Az Egri csillagok óta nem is tudom, hogy készült-e nagyobb volumenű kosztümös film a magyar történelemről. Készültek ezer Széchenyi jó a 48-as szabadságharcról, de sokkal több készülhette. Tehát a pozsonyi csatáról, a Nándorfehérvári diadalról micsoda nagyszerű játékfilmeket lehetne készíteni, és én arra kérném az előterjesztőt, hogy valahogyan fogalmazzuk meg ebbe a határozati javaslatba azt, hogy a kulturális kormányzat ezeket a filmeket támogassa. Én erre szeretném felhívni az előterjesztő figyelmét, ha bele lehetne venni ebbe a határozati javaslatba. Úgy gondolom, hogy a nemzettudatunk erősítésének alapvető formája az, amikor olyan filmek készülnek, olyan kosztümös filmek, amiket a gyerekek szívesen megnéznek, és egész felnőtt korukban emlékeznek rá. Köszönöm szépen! Köszönöm. 2 perces felszólalással megadom a szót Nagy Gábor Tamás képviselőnek, Fidesz képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdonképpen nem akartam hozzászólni, de mégis előterjesztőként szeretnék néhány körülményre reagálni, vagy a részben, ami a vitában elhangzott, részben pedig magához az egész témához egy kis hátteret nyújtani. Az, hogy az országgyűlés idén foglalkozik ezzel a kérdéssel, az nem csak ennek az 555. évfordulónak köszönhető. Már egy évvel ezelőtt, július 22-én éppen napirend utáni felszólásban betettem föl ennek az évfordulónak a jelentőségét itt az országgyűlésben, és akkor a kormány nevében válaszadó Simicsko államtitkár úr jelezte, hogy ő maga is és a kormány is egyetért azzal, hogy minél jobban felhívjuk a figyelmet történelmünknek eme dicső epizódjára vagy fordulatára, amit tulajdonképpen lehetővé tette az egész magyar reneszánsz kibontakozását, Mátyás király uralkodását, azáltal, hogy megállította az oszmán inváziót Magyarország határán, egy olyan páratlan virágzást tett lehetővé Magyarországon, amire mai napig büszkék lehetünk, és büszkék is vagyunk. És vannak ennek a történelmi évfordulónak számos olyan további elemei is, amelyekről most nem nagyon beszélünk. Mégis Hunyadi János áldozata mellett, a hazaszeretet áldozata mellett érdemes beszélni a hit, a szónok, Kapisztrán Szent János lelkesítő erejéről, és arról a hatásról, amit Kapisztrán Szent János később a magyar történelemben kifejtett. Halála október 23-án pont 500 évvel előzte meg az 1956-os forradalmat, és bizony sokszor a titokban megtartott 56-os emlékezések éppen Kapisztrán Szent János tiszteletére összejövő megemlékezések voltak. A magyar emigráció sokszor, sok helyen, Olaszországban is ápolta az emlékét, éppen azért, mert ez is kötődött a magyar szabadságharchoz. Azt gondolom, hogy az volt a célunk, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Én nagyon bízom abban, hogy számos következménye lesz még ennek az országgyűlési határozati javaslatnak, úgy a kulturpolitikában, mind az oktatásban, a nemzettudatban. Ezek még végül is nem az országgyűlés kompetenciába tartozó kérdések. Én remélem, hogy ez maguktól is meg fognak valósulni. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólalással jelentkezett Kőszegi Zoltán képviselő, Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem szeretném a jelenlévő képviselők idejét és türelmét, mert visszaélési idejét rabolni, de előterjesztőként engedjék meg, hogy néhány gondolatot még hozzáfűzzek én is. Ez az ünnep egyértelműen a nemzeti összefogásnak a szimbóluma, és sokszor mi magyarok is azt mondjuk magunkról, hogy képtelenek vagyunk az összefogásra, képtelenek vagyunk az együttműködésre. Szerintem minél több eszközzel ki kell fejeznünk azt, hogy igenis a magyar nemzet, a magyar nép, itt a Kárpát-medencében élő különböző nemzetiségű, de a magyarsághoz kötődő
úgymond a hungarus közösség az igenis képes az összefogásra, sőt, Európa számára többször az évszázadok során, az elmúlt ezer évben többször példát mutattunk, és ezt a jó példát kellene előrevetíteni, különösen itt, amikor Európában, az Európai Unióban szeretnénk élen járni és példát mutatni, éppen a mostani küzdelmünkkel is, és szeretnénk megmutatni, hogy lehet más utat is járni, mint az európai országok többsége. Nekünk most itt az 555. évfordulón ki kell használni az alkalmat és a lehetőséget, és igenis Magyarország presztízsét, Magyarország imázsát erősíteni kell, ezt ki kell használnunk, politikai hovatartozástól függetlenül, nemzeti öntudattal, hazaszeretettel, és ezért kérnék mindenkit, hogy ne csak az előterjesztést támogassa, hanem majd tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezt az üzenetet tovább tudjuk vinni az ország határain túl is, eseményekkel, rendezvényekkel. Sajnos sem Magyarországon, de a világban, illetve sem a világban, de sajnos Magyarországon sem tudják sokan azt, hogy a déli harangszó az mit hirdet és minek a dicsőségét hirdeti, illetve mihez köthető. Sokat kell még tennünk. Én egy példát hagy mondjak, és szeretnék is meginvitálni mindenkit. Annak a településnek a polgármestereként, amely Kapisztrán Szent János tiszteletére tornyot épít az idén, ez pedig Dabas, és Dabasra szeretnénk majd mindenkit meghívni, ahol egy 21 méteres harangtorony fogja hirdetni ezt a dicsőséges történelmi tettet, és ezzel is szeretnénk üzenetet küldeni egész Európának. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszólalással jelentkezett Gyimesi Endre képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából, megadom a szót. Köszönöm szépen a szót. Előttem szóló Kőszegi úr mondandóját szeretném azzal kiegészíteni, hogy ez nem csak nemzeti összefogás, ez egy nemzetközi összefogásnak, egy közép-európai összefogásnak egy nagyszerű példája, és most talán, amikor az Unió bővül, akkor nem baj, hogyha ezt is megemlítjük, és az ott harcoló, sok-sok évvel ismert, de névtelen várvédő harcos között bizony ott voltak a szerbek, ott voltak a horvátok, és egy közös ügyért harcoltunk, mégpedig a keresztény Európának a megvédésére. És jobbikos képviselő társamhoz csatlakozva elmondom azt, hogy valóban elég nagy szégyen, hogy Várkonyi Zoltán óta nem nagyon találkozunk a nemzeti klasszikusaink földolgozásaival, de ezt nem nekünk kell, azt hiszem, hogy előhozni, hiszen amikor lehetőségünk volt rá, akár a Széchenyi film, akár a Bánkbán, és más példákat is tudnék mondani, ami mutatja azt a törekvést, hogy a kultúrpolitika az egyértelműen számol ezzel, és szeretnénk, hogyha a nemzettudat erősítését ezekkel a történelmi eseményeket feldolgozó filmekkel is tudjuk erősíteni, bár hozzáteszem, hogy a médiatörvény áldásos tevékenysége nyomán ugye egyre több lehetőség, egyre több kötelezettség van a hazai filmek vetítésére is, és hogyha végignézi a műsor palettáját, akkor azért egyre több ilyennel találkozhat. Éppen tegnap este a nem is történelmi esemény, de mégiscsak Márai Sándornak egy nagyszerű filmfeldolgozását láthattuk a magyar televízióban, és remélem sok ilyen fogja követni a jövőt illetően, és köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Most a normál időkeretben bejelentett felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Elsimon László képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, csak röviden tényleg, mert elhúzódik ez a vita. Nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú vita lesz belőle, miután a Kulturális és Sajtóbizottságban már végig vitatkoztuk ezt a kérdést, de nagyon élveztem jobbikos képviselőtársam felszólását, aki némileg árnyalta Novák Elődnek a főszólalását, amelyben a Jobbik munkamorájáról beszélt, hiszen itt képviselőtársam azt mondta, hogy csak éppen most belolvasott az előterjesztésbe, de nem baj. Én arra szeretnék utalni, hogy jó lenne, hogyha nem kevernék ide a történelmi filmeket, mert ez egy határozati javaslat, nem törvényjavaslat, tisztelt képviselő, határozati javaslat, amely határozati javaslat egy emléknapnak a megtartásáról szól, amely valóban rendkívül fontos emléknap. De ha már szóba hozta, azért tisztázzuk. Az elmúlt 8 évben a szocialista kormányzat a Magyar Történelmi Film Közalapítványt, amelynek az volt a feladata,
hogy magyar történelmi filmeket és dokumentumfilmeket támogasson. Lenullázta. Az utolsó forintig minden költségvetési támogatását elvette. Dacára annak, hogy a volt szocialista országgyűlési képviselő Kósa Ferenc volt ennek a közalapítványnak a vezetője. Ennek ennélre elvették az állami támogatást, és az utolsó két évben a költségvetési törvény ellenére, a szerződés aláírása ellenére a támogatást a minisztérium ennek a közalapítványnak nem utalta át. Nem nehéz emögött azt az okot fölfedezni, hogy valóban jelentős történelmi, nemzeti történelmi kérdésű filmekre ne jusson támogatás. Ezt egyébként a jelenlegi jogszabályi környezetben valamilyen módon majd a médiatörvénynek kell orvosolnia, hiszen az alapnál megképződő forrásokból összesen ne felejtsék el képviselőtársaim, 65 milliárdot fordítunk a közmédium rendszernek az éves finanszírozására, kell, hogy erre legyen pénz, hogy újra, legalábbis a televíziós játékfilm gyártás területén újra magyar történelmi tárgyú filmeket gyártassunk. Én csak annyit szeretném mondani zárásul, ugyan Lezsák Sándor képviselőtársam, alelnök úr már a bevezetőjében kiemelte, de engedjék meg, hogy itt is, mint a bizottságban megtettem, Visi Zsoltnak, volt államtitkár úrnak az áldásos munkáját én is megköszönjem, aki nagyon fontos szellemi előkészítő tevékenységet folytatott ennek az előterjesztésnek az érdekében is, és nem sokára a szerkesztésében és részben a tollából egy fontos kötet is meg fog jelenni, amely ennek az évfordulónak a jelentőségét méltatja, úgyhogy köszönjük az ő munkáját is. És egyébként nagyon köszönjük a Magyar Rádiónak a több éves sorozatát, amelyben a déli harangszóhoz kapcsolódóan a legfontosabb magyarországi harangokat és harangöntőket mutatta be, ezzel is ébren tartva mindazt, ami egyébként már úgy az utcán járva nem nagyon jut az eszünkbe, hiszen valóságban egyre kevesebb helyen hallunk déli harangszót, mert az embereket sajnos zavarja a déli harangszó. Úgyhogy én is nagy szeretettel üdvözlöm ezt az előterjesztést, és arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák. A történelmi filmek problémáját még majd később beszéljük meg. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalással jelentkezett Kis Sándor képviselő úr, Jobbik képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, kedves Simon László képviselőtársam. Szívesen megvárom Önt az egészségügyi tárgyú törvényekről szóló törvényjavaslat részletes vitájában is, majd hogy Ön milyen mélységében ismeri a gyógyszertámogatási rendszert. Én nem vagyok kultúrpolitikus, én patikus vagyok, tehát én nem kívántam olyan mélységében beleártani magam, én csak ezt szeretném tisztázni. Jó, köszönöm. Köszönöm, képviselő, tisztelt Országgyűlés. Felszólalással következik Novák Előd képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, bátorságra szeretném buzdítani a tisztelt kormánypárti képviselőket, hogy nyúljanak bátran azokhoz a történelmi tabu kérdésekhez, amelyekhez így a nemzeti radikalizmus megerősödése előtt nem lehetett, vagy amihez nem mertek. Persze tudjuk, nagy előrelépés történt Trianon kérdésében, hiszen míg 1990-ben kivonultak a fideszes képviselők tiltakozásról, akár csak a házelnök által felvetett 1 perces néma felállás ügyében is, és még 10 év elteltével, a szintén jubileumi 2000. esztendőben is, bár a Trianon másnapján államfőválasztó országgyűlés volt itt a parlament épületében, ennek ellenére még egy 1 perces néma felállás sem volt a szintén Orbán kormány alatt. Persze nem is kellett ezért kivonulniuk, így ugye nagyon örülünk egyik legfőbb, talán legfőbb nemzetpolitikai fordulatnak, ami itt történt az elmúlt 20 évben, hogy legalább Trianon megítélését 2010-re sikerült helyreállítanunk. 2010-re sikerült, 2011-re már egy kicsit eltorzult, hiszen azt még örömmel fogadjuk, hogy önök szeretnek mindent pozitívan látni, de az, hogy mindent narancsszínűre festenek, még a gyásznapjainkat is, az már egy kicsit fájó nekünk. Tehát arra szeretném buzdítani önöket, hogy a mostani kitűnő javaslatukhoz hasonlóan más történelmi nagyjainkhoz is nyúljanak, hogyha pozitív példát keresnek, ne pedig a trianoni gyásznapot akarják akár felvont zászlóval a Kossuth téren ünnepnappá tenni. Nagyon fájó számunkra, hogy megemlékezésen volt itt az országgyűlésben idén, miközben ugye a holokausztról persze szokás szerint volt plenáris ülésen megemlékezés, úgy Trianonról nem lehetett, pedig elnök úrnak korábban írásban is jeleztem, hogy erre igényt tartanék, és szükségesnek vélem, hogy ha már a holokausztról meg lehetett emlékezni, egy 13 000-es hazai vallási kisebbség
egyik tragédiájáról, viszont a magyarság legnagyobb tragédiájáról nem lehetett. Sokkal indokoltabb lett volna félárbócra engedni a lobogót, viszont valóban vannak ilyen évfordulók, amikor méltó, hogy akár a nemzeti lobogót is felvonjuk az országház előtt. Hadd ajánljam még figyelmükbe, bár Farkas Gergely képviselőtársam is szerette volna, de végül, ahogy jelezte nekem, itt pont kifelejtette is a sok pozitív példa közepette, a Rongyos Gárdát. Igen, ha már Trianonnál tartunk, és valami pozitív évfordulót szeretnének, akkor a bécsi döntések mellett, melyeket szintén meg lehetne végre ünnepelni, a Rongyos Gárda az, amelyet pozitív példaként ide lehetne hozni. És hát ha már mindenki elmondta, hogy miről szeretne filmet, hát hadd mondjam el, hogy én legjobban a Rongyos Gárdáról szeretnék, mint történelmi nagyjainkról filmet. Nekik kellene leginkább a történelmi megbecsültségüket szerintem helyreállítanunk, akár itt az országgyűlésben. Eddig azt gondolom, hogy mi jobbikos képviselők éreztük leginkább feladatunknak, hogy napirend után, amikor média sem, tévéközvetítés sem, sőt, hát önök sem nagyon vannak jelen, akkor térjünk ki ezekre az évfordulókra. Az előbb említettekben mind fel is szólaltam, sőt, a számomra egyik másik nagy kedvenc ügyében is, a pozsonyi csata ügyében. Ezt is szeretném figyelmükbe ajánlani, mert egészen biztos, hogy jobbikos javaslatra napirendre soha nem fog kerülni itt az országgyűlésben, legalábbis amíg kormányra nem kerülünk. Tehát ebben a ciklusban biztos, hogy nem. Ezért szeretném az önök figyelmét fölhívni arra, hogy valahol ennek is találják meg a lehetőségét, hogy egy kicsit pozitívabb környezetben tudjuk beállítani. Akár a pozsonyi csata megítélését, hiszen a történelmi dicső ütközeteinkről valahogy a történelemkönyvekben soha nem lehet hallani, és nem lehet értesülni. Az utóbbi időben egyébként Ferenczi Gábor képviselőtársam jeleskedik leginkább napirend utáni felszólalásaiba, hogy dicső történelmi múltunkra felhívja a figyelmet, nemzeti büszkeségeinkre. Úgyhogy kérem, hogy hallgassák őt figyelemmel, és hát ha már filmekről is beszéltünk, történelmi filmekről, akkor viszont el kell mondani, hogy nagyon fájó számunkra Koltai Gábornak a leváltása, aki ugye folyamatosan bizonyította még a szocialista kormányzás alatt is saját erőből, civil forrásokból, hogy talál számos olyan példát, Hortitól Mindszentig hosszasan sorolhatnánk a témákat, amelyekkel tudott foglalkozni dokumentumfilmjeiben, és amelyek azt gondolom, hogy állami támogatásra is nyugodt szívvel igényt tartatnak. Én azt gondolom, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy van miért vezekelniük önöknek. Gondoljunk csak például a legutóbbi hazaárulásukra, amikor a magyar föld idegen kézbe adásának alaptörvényben biztosított jobbikos tilalmát önök leszavazták. Itt az idő, hogy ilyen hazafias tettekkel ezt valahogy kompenzálják. Ez egy kitűnő javaslat erre, viszont arra szeretném buzítani önöket, hogy vannak még olyan témák is, amelyekhez én megértem, hogy elsőre nem mernek hozzányúlni. De hogyha itt valóban nemzetpolitikai fordulat volt, akkor valóban a félárbocra, inkább Trianon esetében kellene az ászlót engedni a Kossuth téren, nem azt kellene ünnepnapként beállítani, és itt van a bécsi döntések évfordulója, itt van a Rongyos Gárda megítélése, és mindaz, amiről a pozsonyi csatán túl is még Ferenczi Gábor képviselőtársa napirend utáni felszólalásaiban szokott megemlékezni. Kérem, hallgassák őt mindig figyelemmel. Köszönöm figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés! Két perces felszólalásra jelentkezett Németh Zsolt képviselő úr, a Jobbik képviselő csoportjából megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én egy apró pici, aprócska anomáliára szeretném felhívni Simicsko államtitkár úr figyelmét, bár ő most nincs itt, de hátra megnézem arra a jegyzőkönyvet. Ugyanis Simicsko államtitkár úr 2011. február 24-én benyújtotta a H/2473-as határozati javaslatát a Hazaszeretet napja megünnepléséről címmel, ami hozzánk a Honvédelmi Bizottságba került. Ugyanez a beterjesztés szerepel egyébként ebben, mint a most tárgyalt beterjesztés is. Ez társorozatba is került, és ott is elmondtam a Honvédelmi Bizottság ülésén, hogy végre ez egy nagyon jó és támogatható, és ugyanez vonatkozik erre a javaslatra is, törvényjavaslat, vagy határozati javaslat, mert mint történelemszakos hallgató mondom, végre nem egy vesztes csatát emelünk ki a történelem tengerének végtelen óceánjából, hanem valóban egy nyertes csatát, egy olyan csatát, amire valóban büszkék lehetünk, bár a többi is fontos, hogy megemlékezzünk és mementót állítsunk, de ez valóban különösen fontos, és piros betűvel alá, vagy piros csíkkal alá lehetne húzni ezt az ünnepnapot. Sajnálom viszont, hogy nem őrizte meg a korábbi határozati javaslat nevét, és a Hazaszeretet napja, az végig is kicsit jobban hangzik, mint a jelenlegi határozati javaslat Nándorfehérvár diadalom emléknapjának megünnepléséről címmel. Remélem azért még kettőt össze lehetne kombinálni, bár félő, hogy az előző, mondtam az első februári benyújtás vissza lesz vonva. Köszönöm szépen a szót!
Köszönöm, tisztelt országgyűlés. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Lezsák Sándor alelnök urat, kíván-e, nem kíván válaszolni most a vitában elhangzottakra, alelnök úr. Tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010-6.16 országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság önálló indítványát H/3523-as számon megismerhették. Megadom a szót Salamon László képviselő úrnak, a napi rendi pont előadójának. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság mai napon egyhangulag támogatta a választási reformra kiküldött albizottság kezdeményezését, amely arra irányul, hogy az albizottság számára megadott feladat elvégzésének határidejét, június 30-át a tisztelt országgyűlés hosszabbítsa meg. Tekintettel arra, hogy egyhangú volt a döntés, tehát valamennyi képviselőcsoport támogatta a kezdeményezést, úgy gondolom, hogy felment engem ez az alól, hogy részletes indokokat adjak elő. Nagyon röviden a következőket szeretném elmondani. Az albizottság eredeti feladatához képest a választójogi kérdések témaköre az alkotmányozás folyamatával összefüggésben bővült. Így előtérbe került a külhoni magyarok, magyar állampolgárok választójogának a kérdése, ezzel összefüggésben a választási eljárás szabályozásának a kérdései, illetőleg felmerült nyilvánvaló problémaként, teljesség igénye nélkül mondom, a problémák köréből egyet kiragadva, a választójogosultak köréből kizártak státusát rendező kérdések szabályozásának az ügye. Ezek olyan eredetileg az albizottság feladatát nem képező további feladatok voltak, amelyek rendkívüli mértékben megnövelték az albizottság feladatát. Ráadásul, mivel nyitott volt nagyon sokáig, hogy az alkotmányozás mennyiben vállalja magára ezeknek a kérdéseknek a szabályozását, mennyire nem, az albizottság az alkotmányozás munkájának előre haladtával az egyeztetésekkel kivárt, bevárandó az új alaptörvény megszületését és annak a rendezését. Az alaptörvény megszületése után az albizottság folytatta, illetve folytatja munkáját, további egyeztetésekre került sor. Ennek kapcsán azt is érzékeltük, hogy egy nagyon rövid jelzést is adjak, hogy hogy áll az albizottság munkája, hogy nyitottságot lehet látni a képviselőcsoportok álláspontjait illetően egymás iránt. Tehát azt lehet mondani, hogy az egyeztetéseknek valóban értelme van abban az értelemben is, vagy abban a megközelítésben is, hogy láthatólag nem arra törekednek a politikai erők, jelesül a Fideszes KDNP és Pártszövetség, hogy kétharmados többségét automatikusan érvényesítse. Bizonyos kérdésekben ugyanakkor a frakciók szintjén nem születtek még meg a politikai döntések sem, ezért még
ebből adódva még önmagában is kényszerűen a kivárás helyzetében vagyunk. Nagyjából ebben foglalhatom össze azokat az indokokat, amelyek előidézték azt az állapotot, hogy ez a munka június 30-áig, a megadott határideig nem fejezhető be. Ezzel még egyszer mondom, mind az albizottságban, mind az alkotmányügyi igazságügyi és ügyrendi bizottságban teljes egyetértés mutatkozott. Ennek a kapcsán, ennek az egyetértésnek a mentén született meg ez az előterjesztés, ez az önálló bizottsági indítvány. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassák az indítványt, és az abban foglalt és a határozati javaslatot fogadják el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megkérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Most az írásban előre bejelentett felszólás következik. Megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak. Öné az. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nagyon röviden tenném meg észrevételeimet ehhez a rövid országgyűlési határozati javaslathoz. Minden esetre a támogatásunk mellett azért nagyon fontosnak tartok néhány tényt leszögezni ezzel a javaslattal kapcsolatban. Egy olyan határozatról van szó, amelyet ma nyújtottak be, ma tárgyalta meg a bizottság, és az elektronikus futárpostán elérhető napirendben még a száma sincsen benne. Tehát annyira frissen kaptuk meg ezt a javaslatot, bár ugye az élettörténete viszont elég érdekes, mert nem abban a napirendi pontban tárgyaljuk, ahol az elfogadott napirendben szerepelt. Azt is le kell szögezni, hogy ennek a határidőnek a meghosszabbítására azért van szükség, mert a tavaly június 16-án kihirdetett eredeti országgyűlési határozati javaslatban meghatározott idén június 30-ára vonatkozó határidőt, amit saját maguk szabtak saját maguknak, nem tudta tartani ez az albizottság. Ugye arról szólt ez az eredeti javaslat, hogy idén június 30-ára készül el az általuk előterjesztett választójogi szabályozás. Ezt tolják ki most október 31-ére, illetve a benyújtást pedig december 31-ére, hogy a társadalmi vitát e között a két időpont között le tudják folytatni. Annak ellenére van ez így, hogy tavaly júniusban jött létre a bizottság, és a Jobbik részéről Gyüre Csaba képviselő úr vesz részt ebben. Az ő tájékoztatása szerint az érdemi munka gyakorlatilag csak idén áprilisban indult meg. Ezért is javasoljuk azt, hogy változtassuk meg ennek a bizottságnak a formáját, tehát ne az Alkotmányügyi Bizottság albizottsága legyen az, amely előkészíti a választójogi reformokat, hanem egy eseti bizottságot állítsunk fel, amelyben így akkor természetesen nem csak az egyébként túlterhelt alkotmányügyi bizottság tagjai vehetnek részt, hiszen az új alaptörvény megalkotása miatt is érthetően egyébként túlterhelt volt ez a bizottság. Másrészt pedig az új rendszer megteremtése, ahogy ezt Salamon képviselő úr is elmondta, nem csak szűk értelemben vett választójogi törvényeknek, illetve a választásnak a napján esedékes történéseket fogja érinteni, de azért azt zárójelben megjegyzem, hogy amikor az új ciklus elkezdődött azért, és szorította a kormány többséget az idő, hogy az önkormányzati választásokat, illetve az önkormányzati választási rendszert megváltoztassa, azért az sikerült néhány hónap alatt az országgyűlésben megtenni, de fogadjuk el, hogy nagy súlyú ügyről van szó, ezért az időre szükség van. Fontos, olyan kérdésekre is fontos lesz kitérni ebben az új választási törvényen, illetve a bizottság munkájában, mint például az ajánlószervényeknek az ügye, amelyről nem szeretnék elkezdeni most sztorizgatni, hogy milyen visszaélések történtek az elmúlt időszakban, illetve milyen visszaélések lehetnek még így is, hogy szigorították a kopogtató cédulák másolásának a lehetőségét.
illetve egy másik nagyon fontos, és máig is sajnos aktuális kérdés, a pártok adatgyűjtése, illetve a személyi adatokkal való visszaélése, ami most a szociális konzultáció kapcsán is felmerült, és az adatvédelmi ombudsman is aggályait fejezte ki. Ezek mind olyan kérdések a szűk értelemben vett választójogi kérdések mellett, tehát hogy most arányosabb lesz a rendszer, vagy pedig az egyéni képviselet felé mozdulunk el, esetleg a kettőt megpróbáljuk valahogyan ötvözni, amelyekre szintén ki kell, hogy térjen a bizottságnak a munkája. Ezért tudjuk támogatni természetesen azt, hogy erre ne a következő két hétben kerüljön sor, hanem néhány hónap még rendelkezik.